A Magyar Nemzeti Tanács 43. rendes ülésén 11 napi rendi pontról tárgyaltak. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása után a tanács a 2014-es évi első pótköltségvetést vitatták meg. Itt egy 100 millió forintos adományról van szó, a Szabadkai Zsinagóga épületgépészeti és rekonstrukciós felújítására vonatkozóan, valamint a Kosztolányi Napok támogatására vonatkozóan. Ez mellett természetesen voltak lefaragások itt-ott, ahol a megvalósulás ezt megengedte. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása után a 2014-es évi első pótköltségvetést vitatták meg. Ennek szükségszerűségét Várkonyi Zsolt, az MNT közigazgatási hivatalának elnöke ismertette. A két körös pályázati rendszer, a szeptemberi és a júliusi kiírás lehetőség nyílik majd kis létszámban a felsőbb éves hallgatók ösztöndíjjal való támogatására is, egy diszkréciós joggal való ösztöndíj kiosztási lehetőség is lesz benne a második kör nyeletre hallgatói részére. Az átcsoportosításoknak köszönhetően az MNT is hozzá tud járulni az árvízkárosultak megsegítéséhez, a Magyar Szó előfizetés támogatásához, valamint az Aracsi Puszta templom napelemes térfigyelőrendszere kiépítésének támogatásához. A Magyar Nemzeti Tanács felsőoktatási ösztöndíjprogramjának pályázati felhívásáról, a pályázatok lebonyolításáról és a kérelmek pontozásáról határozatot fogadtak el. Már télóta tudjuk, hogy bizony nem egy könnyű iskolájaival előtt állunk, nagyon kevés elsőssel számolhatunk, akik a magyar osztályba iratkoznak, kevés volt az iskola előkészítésünk is. Most a május 31-ével záruló első iratkozási körben is relatív nyomon lehetett követni ezt a kis létszámot, tehát a várható végleges adataink ott lesznek 1630 és 1650 között. A Vajdasági Magyar Civil Stratégia 2014. évi beszámolóját Zsoldos Ferenc alelnök mutatta be. A nemzetközi pályázatok jelenthetnek kitörési pontot. A 7 civil központ csak nem lefedi teljes Vajdaság területét. Szakértők segítségével igyekeznek nemzetközi pályázatokon segíteni az érdeklődőket, és civil hálót szeretnének kiépíteni. Jóhorti Lívia, a közoktatási bizottság elnöke, a 15-nél kevesebb tanuló részére megnyitandó magyar tannyelvű tagozatokról beszélt. Az eddig önálló magyar tagozatok meg tudnak maradni, véleményezte Jóhorti Lívia, elsősorban a több magyarságot érinti a létszámcsökkenés. Szabadkán idén 80 elsőssel lesz kevesebb.